Tisztelettel köszöntök mindenkit a szeptemberi testületi ülésen. 7 napirendi pont van, 7 előterjesztés, az egyes napirendi pont Kecelváros önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének a módosítása. 2. pont, csatlakozás a Burza Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj rendszer 2021. évi fordulójához. 3. pont, javaslat a Kecel időségért közalapítvány 2019. évi egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete, könyvvizsgáló jelentése, valamint a csendes ősz idősek otthona számszaki és szöveges beszámolója elfogadására. 4. pont, belső ellenőrzési tevékenység jövőbeni ellátásáról. Az 5. pont, a 38/2019 számú önkormányzati határozat módosítása. 6. pont, a keceli közös önkormányzati hivatal EU pályázattal nem támogatott önerős felújítása. És a 7. pont, a Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft. Beruházási felújítási munkálatai bekerülési összeg megtérítése. Ez a 7 napirendi pont van, aki ezekkel egyetért, kérem készfelmeléssel szavazzon. Köszönöm szépen. Egyes napirendi pont, Kecerváros önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének a módosítása. Itt minden bizottság tárgyalta, itt negyedévenként, az első negyedév kivételével a képviselőtestület a beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ez a rendeletmódosítás a harmadik negyedévről szól, amelynek tartalma a költségvetési szervek bevétel és kiadási előirányzatainak az átcsoportosítása, illetve módosítása. A fenti rendeletmódosítással a költségvetés főszege 2.186.341.000 forintra változik, és a módosítás után az általános tartalék az 38.591.000 forint összegre növekszik. Minden bizottság tárgyalta, először akkor a pénzügyi bizottságot kérdezné. Tárgyalta elfogadása javasolja. Kulturális bizottság. Tárgyalta elfogadása javasolja. Ügyrendi bizottság. Tárgyalta elfogadása javasolja. És a szociális bizottság. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek, esetleg a pénzügyi vezetőhöz kérdése hozzánk? Amennyiben nincs, aki a rendelet módosítása, 2020. évi költségvetési rendelet módosítást elfogadja, kérem kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen, egyhangul a 2. pont, csatlakozás a Burza Hungarika felső oktatási önkormányzati ösztöndíj rendszer 2021. évi fordulójához. Tehát itt a hátrányos helyzetű, a rászoruló fiatalok számára kívánja elérhetővé tenni ez a pályázati rendszer, hogy bekerüljenek a felsőoktatásba. A pénzügyi fedezetet 3 részről kapják, egyszer a Kecelváros önkormányzat testülettől, az önkormányzattól, az Emberi Erőforrások Minisztérium által nyújtott intézményi ösztöndi rendszerből, illetve a Bács-Kiskun megyei önkormányzat, megyei önkormányzat részéről. A és B típusú pályázatok voltak, itt az A típusú pályázatban 7 fő csatlakozott ehhez a fordulóhoz. A csatlakozásra vonatkozó nyilatkozatot 2020. október 1-i napjáig kell az emberi erőforrás támogatás kezelő Burza Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndi rendszer részére beadni. 2020. október 5 napjáig kell kiírni az A-típusú pályázatot. A pályázatok benyújtásának határideje 2020. november 5-e, és a pályázatokat 2020. december 4-ig el kell bírálni. És ami nagyon fontos, hogy a 2021. évi költségvetésben nekünk biztosítanunk kell azt a 650.000 forintos keretösszeget, amely ebben az előterjesztésben szerepel. Ezt is minden bizottság tárgyalta, először a pénzügyi bizottság. Tárgyalta elfogadásra javasolja. Kulturális bizottság. Tárgyalta elfogadásra javasolja. Ügyrendi bizottság. Tárgyalta elfogadásra javasolja. És a szociális bizottság. Minden elfogadásra javasolja. Ezzel kapcsolatban van valakinek hozzászólása? Ha nincs, aki elfogadja, hogy csatlakozzunk ez a pályázati rendszerhez, kérem kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen. 3. napirendi pont, javaslat a Kecel időségért közalapítvány 2019. évi egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete, könyvvizsgáló jelentése, valamint a csendes ősz idősek otthona számszaki és szöveges beszámolója elfogadására. Kérem szépen, itt egyedül csak a pénzügyi bizottság tárgyalta ezt a beszámolót, tehát a 2019. évi egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét, valamint a könyvvizsgáló jelentést tartalmazza ez az előterjesztés. Ezzel kapcsolatban pénzügyi bizottságot kérdezni. Tárgyalta elfogadásra javasolja. Van-e valakinek kérdése?
Aki a beszámolót elfogadja, az kérem készfelmeléssel szavazzon. Köszönöm szépen egy hangulat. Hármas napirendi pont, négyes, a belső ellenőrzési tevékenység jövőbeni ellátásáról. Tehát, mint itt az ügyrend és a pénzügyi bizottság tárgyalt ezt az előterjesztést, igazából eddig az elmúlt évtizedekben Hegedűs István a főállású köztisztviselőként végezte ennek a belső ellenőri tevékenységnek a kivitelezését, és ő nyugdíjba megy, és most úgy döntött a vezetőség, hogy az előterjesztésben megkértünk két vállalkozót, két külsős ember, tehát nem belsős köztisztviselővel látnánk el továbbra ezt a feladatot, hogy sokkal olcsóbban és hasonló hathatósággal próbálja elvégezni ennek a munkakörnek a tevékenységét. Itt a Ketszelvás önkormányzat intézményeit, Imregy-község önkormányzat, Keceli Roma Nemzetiség önkormányzat, Keceli Német Nemzetiség önkormányzat ellenőrzését végezte István. Még azért a jövő hónapban is leszel, ugye, de nagyon köszönjük a munkádat, István, az elmúlt sok-sok éven keresztül. Kettő céget kért, kaptunk árajánlatot a belső ellenőrzési feladatok ellátására. Egy gödöllői céget, akik 60 ezer forint plusz áfa per hó összegre adtak árajánlatot, és egy kalocsai vállalkozót bruttó 105 ezer forint per hó összegre adott árajánlatot. Kérem szépen, ezt akkor a pénzügyi bizottság tárgyalta. Ügyrendi bizottság tárgyalta. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek hozzászólása? Ha nincs, aki elfogadja az előterjesztés által a Lavon Kontó Könyvvizsgáló ZRT-t, hogy azt bízzuk majd meg január 1-én. Vagy Lavon Kontó Könyvvizsgáló ZRT gödöllői csapatot 60 ezer forint per hó plusz áfa megbírási díj ellenében az kérem készfelmeléssel szavazzon. Köszönöm szépen, egyhangulag elfogadta a testület. 5-ös pont, a 38/2012 számú önkormányzati határozat módosítása, ez a kerékpárúttal kapcsolatos módosítás, ezt a pénzügyi bizottság tárgyalta. Itt egy 2019. május 29-i napján tartott ülésen a kerékpárút építés Ketszel és Imre egy között a biztonságos közös éremszi projekt keretében egy önerő biztosítást szavazott meg a képviselő testület Imregy községnek, és a többlet költség igény jóváhagyás és a vészhelyzet elrendelése miatt itt egy csúszás történt. Mint tudjátok, egy többlet támogatás igényt adtunk be, hogy még a 300 millió forint elnyert EU-s pályázat mellé 45 millió forint, tehát igazából 4 millió 900 ezer forintot kapjunk többlet támogatást, és ez is csúsztatott azon a helyzeten, hogy egyelőre nem kellett kifizetni a vállalkozó felé ezt az összeget, és így 2020. július 31-én lejárt ez a rendelkezésre állás, és most ezt szeretném meghosszabbítani. Erről szól a történés, és támogatás szó van a kölcsönfolyósítás helyett. Ezzel kapcsolatban akkor a pénzügy tárgyalta. Elfogadásra javasoljam. Jó, köszönöm. Van ezzel kapcsolatban hozzászólás? Ha nincs, csak egyetért ezzel, kérem, készfelmeléssel szavazunk. Köszönöm szépen. Hatos, a Keceli Közös Önkormányzati Hivatal EU pályázattal nem támogatott önerős felújítása. Mint tudjátok, a hivatal felújítása megtörtént, illetve a Kalocsi utcában lévő bölcsőde óvoda átalakítása. És ebben a pályázatban, amit nyertünk rá pénzt, ebben vannak nem támogatott részek, itt viszont a polgármester hivatalban vannak olyan területek, amelyeket mégis fel kéne újítani önerőből. Itt például, tehát gondolunk itt padlócserére, tanásterem folyosójának a festésére, felújítására, a neonlámpáknak a cseréjére, függönyök, rolók vásárlására, és ez vonatkozik az adócsoport két irodájának, a padló burkolatának kijavítására, teljesen elhasználódott már a úgymond a kuncsaftokat
illetve a polgárokat már kellemetlen fogadni ilyen környezetben, és a tanácsterembe is, hogy vonulnak be, föl kéne újítani itt a padlót, a környezetet, és erre összességében 1.120.005 forintot terjesztettünk elő a pénzügyi vezető segítségével, akikkel összeírtuk ezeket a költségeket. Ezt is a pénzügy tárgyalta, Parancsolj, Laci. Tárgyalta, elfogadásra javasoljuk. Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek hozzászólása? Ha nincs, aki elfogadja az előterjesztést az önerős felújítással kapcsolatban, kérem, készfelmenéssel szavazzunk. Köszönöm szépen. Egyhangulag elfogadta a képviselőtestület. És a hetes napirendi pont a Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft. Beruházási felújítási munkálatai bekerülési összeg megtérítése. Ezt is a pénzügyi bizottság tárgyalta. Hát, mint tudjátok, hogy a város víz- és szennyvízszolgáltatás biztosítása az egyértelmű az önkormányzatnak a kötelessége, ez egy kötelező feladat. Nekünk kell ezt biztosítani, mi a Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft.-vel kötöttünk egy szerződést, úgymond egy bérleti szerződést, tehát ők látják el ezt a feladatot, és bérleti üzemeltetési szerződésünk van velük 2015. július 31-től. Most természetes, hogy a felújítási és fejlesztési munkálatokat, amelyeket végeznek most már, azokat az önkormányzat finanszírozza, míg 2019-ig, a saját büdzséjükből tudtak előteremteni pénzt, és nem kellett az önkormányzatnak hozzáadni, de most már ami elromlik, szivattyúk, vagy bármi probléma bejön a város vízellátásával, vagy szennyvízellátásával kapcsolatban, az sajnos az önkormányzatnak, minden az önkormányzatoknak kell a zsebbe nyúlni, és hivatkoznak itt a gördülő fejlesztési tervre, amelyet minden évben megszavazunk, és egy hosszú távú fejlesztés, és az, ebben az évben a költségvetésnél 5 millió forintot összeget biztosítottunk erre a feladatra. És itt az előterjesztésben az van, hogy a szennyvíztelepen elhasználódott eszközökre, itt két nagyon fontos szivattyú, megvannak a típusok, hogy milyen szivattyúk, beszerzésére, vásárlására adtak árajánlatot, és ez 3.908.000 forint plusz áfa, illetve, mint tudjátok, és minden Kecél lakos biztos érintett már, ha közlekedik, hogy Kecél Rákóczi utca és a Vil utca sarkánál vezetékfelújítási munkálatok mennek, és először azt gondolta az ember, mert a beírásokról, ilyen Facebook bejegyzésekre, meg amit hall az ember egy-két telefonra, úgy gondolják sokan, hogy oda megyünk és leborítunk két láda betont vagy aszfaltot, és akkor gyorsan kihúzzuk, és már meg is van oldva. Tehát ezek a munkálatok, ezek nem így működnek. Itt komoly szakmai csapatnak kell felvonulni ahhoz, hogy itt rendbe tegyék, 4,5 méter mélyen van ez a cső például, ami elroppant vagy eltört, és folyamatosan folyik a víz ott, és szennyez, illetve a lakásokat tönkre teheti. És itt egy nagyon komoly vákuumos szisztémával, vákuumos megoldással dolgoznak, ami több millió forintot kóstál sajnos, és itt egy 6.440.000 forint plusz áfás előterjesztési pénz, költségvetési pénz van beterjesztve, amelyet a cég adott. Tehát így összességében 10.348.000 forinttal kell nekünk a költségvetésünkből ebbe beletenni. De mint mondom, ez kötelező feladat. Sajnos az összes önkormányzat ezzel a problémával küzd, mivel a rezsicsökkentés miatt nem tudnak árat emelni a Kiskunsági Víziközmű és ezek a hasonló feladatot ellátó csapatok. Ezért amíg az állam igazából nem nyúl bele, addig sajnos, ami van ereje az önkormányzatoknak, addig ezt úgy látom, hogy finanszírozni kell. Ezt a pénzügyi bizottság tárgyalta. Laci, parancsolj. A pénzügyi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja, amiben felelősséget érzünk a kecseli jó vízért és a csatornáért, de hozzá kell tenni, hogy azért nagyon érzékenyen érintkez minket, hozzá kell tenni a kötvényhez is, abból kell mondjuk a tartalékunkat egy részét használni ellen. Tehát a későbbiekben azért saját véleményem egy nagy értékű berendezés, amikor lecseréljük, az nem nulla. Azokat is felszokták újítani, ugye? Tehát ha
ilyeneket vásárol ez a feleptér, aminek úgyis mi is tulajdonosai vagyunk, vagy otthon vagyunk, igen, tehát amelyik a járása tulajdonosa neki, akkor hozzon már árajánlattal, ha önkormányzattól elvágyák, hogy három árajánlat kell, akkor ő is hozzon három árajánlatot. Hogy meggyőzzünk azért, nem vagyunk szakértők, meggyőzzünk, hogy korrektül járnak el. Másik az, ha ezeket a gépeket fel lehet újítani, és újra lehet használni, akkor az nem nulla. Tehát mondjuk beadjuk a több millió forintos gépre a pénzünket, akkor lehet, hogy kapunk vissza egy használatot, és azt tudunk még értékesíteni, vagy később újra lehet használni. Tehát azért a KFT vezetője tárgyalni kell vele, hogy ezt valahogy így is lehetne nézni a dolgokat, és akkor lehet, hogy nem 10 milliót, csak annak egy részét kéne felhasználnunk vele. Ez a személyes véleményem, mindenki mondja a véleményt, én ezt láttam ebben. Mégis a bizottságülésen is elkezdtem mondani, hogy milyen konkrétan tudják azt a 6.400.000 fegyvercellát kiejteni, de ugye nekünk ez hosszú távon ez így nem fog menni. Persze, mindenféleképpen említem a felvetését a képviselőnek a vezető felé. Van ezzel kapcsolatban, napirendi ponttal kapcsolatban Józsi parancs? Az első tétel az természetesen a szivattyúcsere, de ez a második tétel, ez a 6 millió forint, ez a kivitelező drágasága miatt van, és ez roppant bosszantó. Tehát ezt vissza lehetne követni, hogy nem lehet sajnos, mert valószínűleg megszűnt a Kft. Ez az nagyon bosszantó dolog, mert persze nekünk kell fenntartani ezt a dolgot, csak ez nagyon bosszantó, hogy egy drágaság miatt gondolom így vagyunk. Bocsákos parancsa. Az igazsághoz itt azért hozzátartozik az is, hogy... Vedd le, mert nem lehet érteni akkor a kamerában. Az igazsághoz hozzátartozik azért az is, hogy a polgármester úr már fürkészeket küldött ki, és alternatív megoldási javaslatokat próbálunk létrehozni pont ezeknek az eszközöknek a cseréjére. Egyébként ebben nagyon nagy segítségre volt nekünk a Vanex Kft. Flajsz Józseffel. Összehozott minket különböző ilyen szivattyú, meg szennyvíz átemelő rendszerek forgalmazójával gyártó cégekkel, ahol ők is bedolgoztak. Hát azért előre haladott tárgyalások folynak. A szennyvíztelep részéről a gépészetet üzemeltetőkkel vagyunk folyamatos kapcsolatban, ők tájékoztatnak minket, hogy mi is történik itt valójában. A harmadik dolog pedig, amit a Buci képviselő úr felvetett, hogy itt a felelőst vissza lehetne követni. Én úgy tudom, hogy pont a jegyző úr volt az, aki évekkel ezelőtt ezt megpróbálta végigvinni, pont a Violó utcába történt drágaságok miatt. És igazából ugye ott egy büntető feljelentés is benyújtásra került, sajnálatos módon megszüntetésre került az eljárás, annyira régi volt a kivitelezés, a kivitelező cég az már nem volt található, a műszaki átadásért felelős személyt meg valamilyen oknál fogva nem vonták felelősségre, mert nyilván ezt akkor kellett volna észrevenni. Úgyhogy ez a része sajnos nem lesz járható, ebben nyilván ez egy olyan kérdés, hogy ebben nincs kegyelem, úgymond, akármi történik, nekünk helyet kell állni. Igen. Van ezzel kapcsolatban még hozzászólás, amennyiben nincs, akkor a kell, hogy a Kiskunsági Visszaköszönő Szolgáltató Kft. Beruházási felújítási munkát, amik bekövési összegének megtérítését, tehát ezt a 10.348.000 forint összeggel így egyetért, azt kérem készfelmeléssel szavazzon. Köszönöm szépen, egyhangulat elfogadta a képviselőtestület, egyebekben akinek van hozzászólása, Volma József képviselő. Valamit tudsz már arról, hogy mikor lesz átadva a kerékpárút? A kerékpárút átadása pont itt az éva is. Hát, ha minden igaz, akkor október vége, november környékén, tehát ebben az évben át lehetne adni. Szerintem most már kialakult úgy, hogy egy nagyon szép kerékpárutunk lesz itt Imre és Kecel között. Jó idő lesz, az időjárás ennyire, akkor kitekerhetnénk így kollektíve, meginnánk egy borsó, vagy bocsánat, egy pohár üdítőt, én csalogányban visszajönni. Tehát, hogy kivehetnénk úgy kollektíve, nem csak miért mindenki. Már használgatják különben. Éva, elnézést már, hogy erősíts meg ezzel a mondattal, hogy akkor... Igen, azt jelezte a kivitelező, hogy ez évben szeretné készre jelenteni a beruházást. Március lenne a határideje, de elég jól haladnak, és befejezik. Ugyanígy van a csapadékvízelvezetés, most már akkor itt hasonlóan együtt. Jó. Igen, az is idén. Jó, köszönöm szépen. Aggócságos képviselő, parancsolj. Kettő dolgot szeretnék így közérdekű jelleggel megosztani. Az egyik a 64 Marika néni hívott fel itt a testületi előtt, be akart jönni, de sajnos nem tudott bejönni.
ezért megkért, hogy tolmácsoljam így a testület felé, illetve a lakosság felé, hogy a keresztet, amit a Leütz pincénél, a békénél elvittek, az most visszaállításra került, jelenleg papírmunka zajlik, és egyeztetnek, hogy mikor lehetne majd újra szentelni. Ez az egyik dolog, a másik pedig, hogy buzdítanám a képviselőtársakat, hogy október 3-án 10 és 16 óra között a piac téren egy kislány részére lesz jótékonysági sütemény árulás, vásárlás, aki tud esetleg sütni, most nyilván itt elsősorban a jelenlevő női tagokra gondolunk. Lehet, hogy a többiek süteményét nem köszönné meg senki. Akár így tálcával kijöhetnek. Anita híres szakácsát hallottunk volna, bár még nem tudtuk kosolni, mert minket még nem hívott meg. Tehát október 3-án lesz ez a jótékonysági rendezvény. Ez egyébként teljesen civil kezdeményezés, nincs hozzá köze az önkormányzatnak, az önkormányzat csak megpróbál ebbe segíteni, hanem informálisan, és tök jó lenne, hogyha mindannyian tudnánk menni és tudnánk segíteni. Lakos. Egy bécsi kezelésre gyűjtenek egyébként ennek a kislánynak, egy 6 éves kislány. A város honlapján megjelent a plakát is erre vonatkozóan. Tehát úgy lehet, hogy például veszek az Antainál 10 sütit kiviszem, úgy lehet, nem? Mert én nem sütöm. Persze, én mondjuk anyósomat kértem meg, hogy süssem ezt. Jó, köszönöm szépen a hozzászólást. Van-e valakinek még hozzászólása? Egyebekben Kelemen Laci képviselő, parancsolj Laci. Nekem lenne annyi kérdésem még a kerékpárúttal kapcsolatosan, hogy vannak olyan magasabb szakaszok, amik azért elég nagy szintkülönbség van a kerékpárút és a Füles-út között, hogy ott esetleg lesz elhelyezve biztonsági korlát? Na Éva, parancsolj ezzel a kérdésre. Igen, erre a kivitelezővel kapcsolatban, vagy kivitelezővel voltak egyeztetések, mert mi is úgy éreztük, hogy itt problémák lehetnek. A jelenlegi műszaki szabályok 150 centi szintkülönbségnél írják elő a korlátot, és ilyen ezen a szakaszon nem lesz, vagy hát legalábbis nem tartalmazza a költségvetés, és nem kötelező, tehát így nem. Készül. Jó. Köszönöm szépen. Hogyha nincs, akkor azt kívánom, hogy mindig ilyen egységes legyen a testület. Testületüléseken parancsolj. Ha szabad néhány percet szabolnom még a testület idejét, meg a médiában sokan fogják látni is. Egy sikertörténet volt a mezőgazdaság vonatkozásában az idén a bodza értékesítése, amikor be kell számolnunk a bodzára, a utolsó napokban felment egész 420 forint per kilogrammig, ami a kecseli mezőgazdaság vagy emberek anyagi helyzetét igencsak felpendítette. Ezután mindig szokott lenni egy sikertörténet után egy gyors telepítési kedv is, amiről néhány szót hadd ejtsek. Sokan kérdezik, hogy mit kell neki betartani, milyen szabályok vonatkoznak ő rájuk, tehát nagy a tanástalanság. Ebből azt volt lenni, hogy mindenki saját munkat elkezdi csinálni, és rengeteg szabályt megszegik vele. Megszegnek vele, sőt, olyan helyre ültetnek, ahová nem is való a bodza. Magyarul saját munkat is kitolnak, mert 3-4 évig tárcsázzák, gondozzák, és a végig nem mennek vele semmire sem. Pár gondolatot, ha ebből mondhatnék. Parancsolj! 2018 óta a gyümölcs telepítéseket a földtörvénybe beiktatták úgy, hogy nem kell telepítési engedélyt kérni, hanem csak a Kecskeméti járási hivatal fölmenési agrárfőosztály fölmenési osztálynak be kell jelenteni a telepítési szándékot egy formanyomtatványa, és aztán a telepítés tényét 30 napon belül a telepítés megvalósulása után be kell jelenteni ugyanerre a főosztályra, a Kecskeméti Biarutca 10-en, ha valaki megkeres, meg tudom mondani, tudok neki nyomtatványt adni. De mivel, hogy Kecsel igen nagy település, nagy földbirtokokkal rendelkezünk, de nem való a bodza minden egyes gyűlőben, minden egyes területére Kecselnek. A bodzi az igen kényes a vízháztartásra, egy laza szerkezetű talaj kíván, ami humuszban gazdag, ami nem mindenütt van, tehát a 1% humusztartalom alatt ne is próbálkozzon meg senki sem bodzát ültetni, de azt fogja venni, hogy észrevenni, hogy évben keresztül egy méternél magasra nem fog megnőni a bodzán. Tehát a jobb földekre. Én láttam olyan polgári földbe, hogy nem kellett pocsolni se, ugyanis körülbelül 4-4,5 volt keresztül, körülbelül 700 mm csapadéknak kellene hullani,
akkor fejlődik ki legjobban a termés. Ami úgy tűnik, hogy április közepétől, augusztus végén kéne ennek a 700 mm-nek lehullani, ami a szakirodalmak szerint, ami nem valósul meg nálunk, ennek szinte csak az egy harmada, és egy jó vízgazdálkodási talaj, jó tárgyalatszolgáltató képességgel, 2-2% föld van a polgári földeknek a humusz tartalma, tökéletes erre. De hogyha nem éri el 1-2% között van a humusz tartalom, locsolással lehet pótolni ezeket a vízigényeit a növénynek. Tehát egy igényes növény a podza, attól függetlenül, hogy látjuk útpartokon, köves utak mellett, hogy vannak bodzabokrok, de ha megnézzük, a jobb földek mellett vannak ezek a bodzabokrok, nem a futóhombokon. Tehát óva intek minden kecelit, hogy futóhombokban bodzát ültessen, azért, mert most ilyen óráoptimizmus volt, és 200 évették meg kilóját, mert sajnos nem fog neki ott megnőni. Ha csak nem egy intenzív öntözés, intenzív tápanyagpótlást akar csinálni, de mivel, hogy rossz jöde ülteti, valószínű erre nem is készül rá. Egyébként ez az ár, utána érdeklődtem, már előre is érdeklődtem, hogy milyen bodzárak lesznek, úgyhogy az ismerőseimnek mindenkinek mondtam, hogy 200 forint alatt nem kezdjél szerződéseket kötni, mert előre mondták, hogy körülbelül 200 lesz az ára a főszezonban a bodzának, és ez le is jött, hála Istennek, sőt, mivel hogy tavaszi fagy is volt, és nagy a száj volt, kevesebb volt a termés, ezért egymásra licitáltak a kereskedők, és felment 400 fölé a végén. A fáknak a tetejéből az utolsó bodza fürtöket is leszették, ezért a 400-420 forintért. Valószínű, hogy bárcsak ennyi legyen, de a későbbiekben nem lesz azért 400 forintos ár bodzának, de egy 2-300 forint per kilogram között azért jósolják még most is, akik tudnak jósolni, kereskedők, hogy lesz jövőre is. Tehát van kifutása a bodzának, a színanyaga miatt él, természetadatos színfesték van benne, és ezt felhasználják az élelmiszerekben, adalékként, az üdítőitalokban, különböző élelmiszerekben, termékekben. Tehát van kifutása a bodzának, szabad telepíteni engedélymentesen, de hozzá kell tenni még egy azt a tényt is, hogy ha valaki szőlő területe után ültet bodzát. Egyrészt a szőlő után nem biztos, hogy ugyanazt a talajt igény a bodza, mert láttam már öregkegyen semmire menő bodzákat, mert azt mondták, a szőlő után ugyanúgy meg fog nőni a bodza, öntözés nélkül nem valósult meg. Ha benne van a szőlőkatesztelben a terület, akkor először el kell fáradni a hegyközséghez, és kell kérni engedélyt, hogy megengedje a hegyközség, hogy a szőlő után a szőlőkatesztelben lévő területet beültetheti egy gyümölcsére. Tehát el kell várni a hegyközség, mert hogyha nem, a szomszédok feljelentik és kiszedethetik a bodzáját, akkor nem ártana egy talajvédelmi tervet készíteni egy nagyobb területről, hogy az a terület alkalmas-e a bodza ültetésére. Ez hasonlóan kb. 300 000 forint egy talajvédelmi tervnek a elkészítése, a Nébik felé kell ezt indítani, annak van egy szakhatóság, aki ezt elvégzi, az ökológiai hatás, területbejárás, bevizsgálatot, és akkor megnyugodnak a termelők, hogy az a dűlő, vagy az a 50-100 hektár alkalmas bodza telepítésre, sőt, be is jegyzi ezt a szakhatóság, és mindenféle pályázatot, ahová előírják a kateszerbe sorolást, fog teljesíteni. Ilyen pillanatban ilyenek nincsenek kecelen, de el kellene gondolkodni, hogy összefogna 10-20-50 gazda, és megcsinálni a szakvéleményt. És akkor gyümölcs kateszt, nem csak gyümölcs ültetvény kateszterbe jelentenék be, hanem egy terület kateszterbe sorolása is megtörténne. Tehát ne felejtse el senki sem, minden keceli földön nem való a bodza. Csak nagyon intenzív termesztése, úgyhogy a hajrá, legalább van egy sikernövényünk most. Köszönöm szépen a... Jó, akkor én is köszönöm szépen, és köszönöm akkor a jelenlétet, ezzel bezárom az ülést, köszönöm szépen.